Nem csitul a botránya az unió kereskedelmi biztosa körül, Phil Hogan-t azért bírálják, mert Írországban a koronavírus korlátozások ellenére is részt vett egy gála vacsorán. Ráadásul az uniós biztosról kiderült, hogy vezetés közben mobiltelefonált, emiatt megbírságolták a rendőrök. Az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen vizsgálatot kezdeményezett az ügyben. Ebben az ügyben gondos mérlegelésre van szükség, amelynél az összes részlet számít, ezért az elnök arra kérte Hogan biztost, hogy adjon teljes körű tájékoztatást, mondta az Európai Bizottság szóvivője. Az ügy érdekes teszt lesz az Európai Bizottság számára, hiszen kiderülhet, hogy mennyire befolyásolja az európai intézmény döntéseit az egyik tagállam közvéleményének nyomása, de Phil Hogan végül is az unió biztosa, nem pedig Írországé, mondta az Euronews tudósítója. Ráadásul a biztos lemondása érzékenyen érintené a Brexit ügyében kereskedelmi tárgyalásokat folytató testületet. Mindenki tisztában van a kereskedelmi terület fontosságával, pénteken is volt egy fontos bejelentésünk ezen a területen, tehát a kereskedelem fontos, de az összes többi terület is az, és az összes uniós biztosnak teljesítenie kell a kötelességét, tette hozzá a bizottsági szóvivő. Az ír kormány mezőgazdasági minisztere szintén ott volt a gála vacsorán, ő a múlt héten már lemondott. Phil Hogan a hétvégén az interneten kért bocsánatot a helytelen magatartása miatt, a lemondásáról azonban nem nyilatkozott.